és a keresetet elutasítja, mellőzi az alperes végrehajtói költségben, felköltségben, valamint az államnak járó illetékben való halasztalását, és a felperest kötelezi, hogy fizessen meg 15 napon belül az alperesnek 571.500 forint együttes első és másodfokú felköltséget, az államnak pedig felhívásra 4 millió forint lenemrót kereseti és fellebbezési illetéket. Az ítélet ellenőr cserefellebbezésnek. Tessék elfogadni. És mellőzi a szakértői vélemény felfoglalt megállapításokat, idézését is az ítélet indokolásából. A tényállásoldát mindössze az a rész tartja fenn, ami a kölcsönszerződés tartalmi elemeit ismertette, továbbá az adatbiztosító jelzálog szerződés és opciós szerződés létrejöttét ismertette. Az elsőfokú bíróság a szerződés fogyasztói jellegének a megítélése körében helyesen hivatkozott a PTK 685. szakasz D és E pontjaira, azonban tévedett, amikor azt állapította meg, hogy az adott esetben fogyasztói szerződésről van szó. Az kétségtelen, hogy a fogyasztói szerződés, fogyasztói kölcsönszerződés fogalmát az egyes törvények, úgy mint a PTK, a HPT és az elszámolási törvények, a továbbiakban DH törvények eltérően határozzák meg azt a személyi kört érintően is, akit egy fogyasztónak lehet tekinteni. Itt a felperes keresete alapján a PTK szerinti fogyasztói szerződés és fogyasztó meghatározás vált relevanciával, tekintettel arra, hogy a HPT-ben foglalt kifejezett érvénytelenségi okra csupán a 216. szakasz első bekezdés D pontjára utalással, az egyoldalú szerződés módosításra utalással hivatkozott. Ugyanakkor a HPT viszont kifejezetten a 213. szakasz a kifejezetten a fogyasztói kölcsönszerződések tekintetében állapít meg semmiséget. Tehát visszatérve a PTK fogyasztói szerződés fogalmára, ez tágabban húzza meg azt a kört, amelyben valaki fogyasztó lehet, mégpedig lehet természetes személy, főszabály szerint, de gazdasági társaság is, tehát elvileg a felperesi KFT, a körtvélyes 2002 KFT is lehetett a PTK alkalmazásából fogyasztó és köthetett fogyasztói szerződést. Annak volt az ügy eltöltése szempontjából jelentősége, hogy milyen célra használta, vette fel pontosabban, vette fel ezt a hitelt. Ennek a célnak az eltöntéséhez pedig azt kellett vizsgálni, hogy a kölcsönigényléskor, de legkésőbb a kölcsönszerződés megkötésekor ezzel kapcsolatban mi jutott a pénzintézet tudomására. Ezzel kapcsolatban is konkrét eseti kölcsönzések vannak a folyja részéről, tehát
arra vonatkozóan, hogy a szerződés megkötése előtt kell leginkább az igénylésben megjelölni azt a célt, ami persze tovább lehet, hogy vinni már a szerződésben is, de az a lényeg, hogy a szerződés, legkésőbb a szerződéskötéskor a bank tudomására hozott cél az, ami a szerződés célját jelenti, és ami a fogyasztói jelleg megítélése szempontjából jelentőséggel bír, az, hogy az így felvett kölcsön később eltérő más célra is használja az adós, ez már a bank rálátásának kivonásítésának is relevanciája. Nagyon esetben viszont kétségtelenül az állapítható meg, hogy a hitel kérelemben hitel, APEC, kiváltás, vállalkozás, fejlesztés került megjelölésre. Az alperes helyesen hivatkozott évek mellett arra is, hogy az egész hitel nyújtott kölcsön teljes összege, pontosabban a cég számlájára került folyósításra. Így módon tehát az a későbbi hivatkozása az ügyvezetőnek, hogy ő magáncélra is használja fel ebből a kölcsönből, a fogyasztói jelleg megítélése szempontjából már nem ért jelentőséggel. Egyébként pedig igazából ebben a jelen perben az előterjesztett keresetre figyelemmel nem is volt igazán üdvözlő jelentősége annak, hogy fogyasztói vagy nem fogyasztói szerződésről volt szó, hiszen a tisztességtelen szerződési feltétel megítélése szempontjából hogy ez az a minőszámú a különbség, hogy fogyasztói szerződés esetén sem is a tisztességtelen szerződési feltétel kikötés, míg nem fogyasztói szerződés esetén azt meg lehet támadni. Ezzel kapcsolatban a másodfokú bíróság egyébként nem osztotta a lamperes képviselőjének a jogi álláspontját, mert azt, hogy az együles megtámadási határidő eltelt, hiszen végrehajtás megszüntetései átiperben vagyunk, ahol közérzői jogirat alapján záradékkal indult a végrehajtás. Ilyen esetben mindenre hivatkozhat a keresetben a felperes, tehát az adós, hiszen a az eljárásnak ebben a szakaszában a bíróság a szerződés érvényességét még nem vizsgálta, tehát mind a létrejötte, mind az érvényesség szempontjából bármilyen hivatkozás megengedett, így tulajdonképpen meg is támadhatja ezt a szerződést, annak ellenére, hogy az egyéves határidő eltelt, hiszen ebben az esetben ez a megtámadás, ez nem a keresettel szemben érvényesített kifogás, hanem maga a kereset, amire lehetősége van. Ezt egyébként a VH 1987. évi 363-as eseti döntése is alátámasztja. Azért sem volt igazából jelentősége, hogy fogyasztói szerződésről van szó, vagy nem fogyasztóiról, mivel itt a perbeli fő kérdés annak eldöntése volt, hogy a felperesi hivatkozás tükrében átfenn egyrészt befektetési jogviszony, és ha átfenn ilyen, akkor ennek milyen hatása van a jelen ügyletre. A másodfokú bíróság nem értett egyet azzal az elsőfokú ítéleti állásponttal, hogy a 6/2013-as számú polgári jogegységi döntés az adott esetben nem alkalmazható, hiszen ott a bíróság az érvény, a kúria az érvény, szerződés érvényesség, érvénytelensége körében foglalt állást és tette meg a megállapításait. Míg itt a szerződés, az egész szerződés tisztességtelensége folytán a szerződés nem jött létre, tehát nem alkalmazható ez a jogegységi határozat. Ezzel szemben kifejezetten alkalmazhatónak találja, egyébként kötelező is a bíróságok számára, tehát a bíróság, így a másodfokú bíróság is ehhez kötve van, az abban foglaltakhoz. A jogegységi határozatban, de más bírósági döntésben is, többek között valóban az ítélet hozatal után megjelent, és az alperesi képviselő által is most hivatkozott eseti döntésben
az, hogy a bíróság nem vizsgálhatja a kölcsönszerződés megkötésekor, hogy a banknak ténylegesen állt-e fenn devizaforrása, vagy az milyen forrásból származott, az az általános félelem a jogegységi határozat szerint, hogy a deviza alapú, deviza hitelek nagy kategóriája, tehát ez állt fenn devizaforrása a banknak. Az, hogy ez ténylegesen egy adott perben, egy adott szerződéshez köthetően megállapítható-e, ennek a vizsgálata nem képezi a bírósági perek tárgyát. Nem lehetséges ugyanis szerződésre lebontva ezt vizsgálni, és nem is szükséges. Megjegyzi a másodfokú bíróság, hogy a jelen esetben egyébként az alperes igazolta, hogy őt a hogy konkrétan ehhez az ügyethez a rajfejezet van az EFT biztosította a fedezetet. Imolon tehát ezek a bizonyos derivatív ügyletek és szavok és szintetikus devizaforrás előállítása sem jutott jelentőséghez, hiszen ezek mind a kölcsön forrásának a biztosítását szolgálnák, márpedig ezt a bíróság jogegységi határozatok értelmében nem vizsgálhatja. Így tehát teljesen kívül esik a jelentett keretei között az is, hogy ezek a források az adott szerződésre konkrétan voltak-e és milyen mértékben átrágító hatással a szokásos árfolyam kockázat körébe tartozó kockázaton túl, tehát kellett-e tájékoztatni a felperest arról, hogy ezekkel a derivatív műveletekkel és szintetikus devizával többlet kockázatot vállal, nem kellett tájékoztatni. Mindezek alapján tehát az volt megállapítható, hogy az adott esetben egy deviza alapú kölcsönszerződés tétel a felek között, a bank pénzt nyújtott, a felperesnek pedig ezt vissza kellett fizetni a megfelelő törlesztési ütemezés mellett befektetési jogviszony tehát nem volt, ezért mellőzi a másodfokú bíróság a BDT-re és a BSZT-re vonatkozó ítéleti indokolást, és tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a szakértő olyan kérdésre válaszolt a bíróság kirendelése alapján, tehát a befektetési jogviszony fennállására, ami azon túl, hogy valóban az alperesi álláspont szerint általános és elméleti volt, az adott perben nem is volt eldöntendő és bizonyításra szoruló tény, hiszen a nyújtott kölcsön forrását, mint ahogy elhangzott többször is most már, jogegységi határozatban és lefektetve a bíróság nem vizsgálhatja. Voltak egyéb hivatkozásai is a felperesnek, de azok a kereset tekintetében a kereset egyrészt nem volt fontos, másrészt a szerződésben kikötött egyes díjak költségek, illetőleg az ezek után felszámított késedelmi kamatra vonatkozik. Ezzel összefüggésben csupán tényállítás lett arra, hogy a végrehajtás, tehát ez nem is lehetett volna ezekre záradékolni az okiratot, de konkrétan előterjesztett kereseti kérelem a másodfokú bíróság álláspontja szerint nem volt. Egyébként is, amennyiben ezek a felszámított díjak, költségek, kamatok tisztességtelenek is volnának, hiszen nem vonatkoznak rájuk fogyasztói kölcsönszerződés hiányában a HPT szabályai, úgy is csak a szerződés részletes érvénytelenségét eredményeznék, illetőleg ezeket ki kellene hagyni, erre az alperes nem tartatlan igény. Enélkül viszont a szerződés teljesíthető, tehát az adott esetben végrehajtás korlátozására vezethetne, ezzel szemben a felperes csak a végrehajtás megszüntetését kérte, a másodfokú bíróság sem észlelt hivatalból ezen költségek körébe olyan tisztességtelenséget, tisztességtelen szerződési feltételt és kitörést, amit kellene kellett volna venni, és esetleg, mint többen a keresett, hivatalból kellett volna a végrehajtás korlátozásáról rendelkeznie. Az elsőfokú bíróság tévedett akkor is, amikor a jogkövetkezményként
teljesen ellentétesen a PTK és a vonatkozó kötelező bírói gyakorlat, de az eseti döntésekben foglaltak alapján is arra következtetésre jutott, hogy az egész szerződés tisztességtelen, és ezért nem jött létre, és ezért nem is kell vizsgálni érvényességet, érvénytelenséget. Egyrészt a PTK a nem fogyasztói szerződés esetén is az egyes szerződési feltételek tisztességtelenségével foglalkozik, tehát szó sincs arról, hogy az egész szerződés lenne tisztességtelen. Tehát az a következtetése az elsőfokú bíróságnak, hogy az egész szerződés tisztességtelen, ez minden alapoknél különz, nincs erre jogi lehetőség. Ugyanakkor nyilvánvalóan ennek az eredménye sem lehet az, hogy a szerződés nem jött létre. A szerződés létrejött-e és a szerződés érvényessége az különböző kérdés. Nyilvánvalóan az érvényesség is a létrejött szerződések esetében vizsgálható. A szerződés létrejött-e az a felek akarat nyilatkozatának eredményeképpen az adott szerződésre vonatkoztatott akaratunk kifejezésre juttatása. Az adott esetben, miután kölcsönszerződést kötöttek, és azt mind elnevezésében, mind tartalmában ezt rögzíti a vonatkozó szerződés, ennek a létrejöttét kellett a bíróságnak vizsgálnia, hiszen a végrehajtás is ez alapján került elrendelésre, ez alapján áll fenn még a felkeresnek a tartozása, tehát csak is kizárólag ezt a szerződést kellett vizsgálnia. Az, hogy egy szerződés azért nem jön létre, mert egy más, egyébként az ügyi eljárási szempontjából nem releváns szerződés elemeit nem tartalmazza, ez ennek a kimondása nem értelmezhető. Tehát az felsőfokú bíróság abban az esetben is tévedett, amikor a szerződés létre nem jöttét állapította meg, amennyiben olyan feltétel tartalmazott volna ez a szerződés, amely tisztességtelen, tehát ami egyoldalúan az adós hátrányára állapít meg szerződési feltételt, a konkrét irányba foglalt szerződésről van szó, akkor annak sem az a következménye, hogy nem jött létre, hanem az a szerződési feltétel az érvénytelen és kiesik, illetve a fogyasztói szerződésről van szó, akkor sem is, de ott sem az egész szerződés a PTK szerint, hanem az a szerződési feltétel és kikötés. Mindezek alapján tehát nem volt ok a végrehajtás megszüntetésére, a szerződés érvényesen létrejött a felperes esetében megjelölt okból. Nem találta másodfokú bíróság egyébként olyan okot sem, ami az elsőfokú ítélet hatályon kizményítését kellett volna, hogy eredményezze, eljárási szabálysértés nem történt, sőt túlbizonyítás volt. Egyébként az ilyen végrehajtási perekre a polgári berendtartása soron kívüli eljárás kérje elő, tehát bizonyítást is csak olyan körbe lehet felvenni, ami rendelkezésre áll, tehát ebben a perben szakértői bizonyítás megfolytatására nem kerülhetett volna a felvett kérdésre pláne sor. Ezt a másodfokú bíróság is egyébként tudja és más perekből is, de amúgy is tudomása van arról, hogy ezek a perek milyen jellegű egyéni és társadalmi gazdasági problémát jelentettek az egyéneknek, mint az ország számának, azonban ennek a megoldása nem a jövőben tárgya, ez nyilvánvalóan az adott bankok tárgyalási hajlandósággal háríthatnák el, hiszen nekik is érdekük, hogy valamennyi teljesítés megtörténjen. A szerződés alapján nyilván a szerződés szerve az egész tartozás, de hát amennyiben ez később már teljesítő képesség hiányában nem lehetséges, akkor is nyilvánvaló érdeke lehet, hogy a követelések része legalább megtérüljön, de nyilván felveti a döntéshozók felelősségét is, hiszen
az ilyen sok embert nagymértékben érintő egzisztenciális probléma, egyéb más társadalmi, gazdasági kérdéseket is feltett, de ez ugyancsak nem a bíróság kompetenciájába tartozik, mint ahogy látjuk a döntéshozók ebben a körben hoztak is döntéseket, fogyasztói szerződéseknél megtörtént az elszámolás, igaz, ez nem minden esetben hozott megfelelő eredményt, tehát továbbra is nagy tartozások állnak fenn. Ennek oka a bíróság meggyőződése szerint a valóban az az árfolyam, ami kialakult a forint és a külföldi devizák körébe is, amelynek hatása fogyasztói szerződésnél a forintosítás ellenére nyilvánvalóan a mai napig is tarthat, de ezeknek a kérdéseknek a megoldása nem a bíróság feladata, a bíróság szigorúan a jogszabályok alapján kell, hogy döntsön. A jogszabályok, illetőleg a rá is kötelező jogegységi határozat alapján. Ezek a döntések nyilván a ügyfelek számára nem minden esetben úgy jelennek meg, hogy az igazságos döntést hozta meg a bíróság, azonban tehát ismét hangsúlyozni kell, hogy a irányadó jogszabályokhoz, illetőleg a bírói gyakorlatot összefoglaló és irányítató jogegységi határozathoz a bíróság is kötve van. Mindezek alapján tehát megváltoztatta az ítéletet és a keresetet elutasította, így aztán nem okozott át már a szakmásnak a felköltség elhúzott voltára vonatkozó fellebbezése, és a másodfokú bíróság a felperest kötelezte az alperest javára, első fokon 300 000 forint plusz áfa, másik fokon pedig 150 000 forint plusz áfa, összesen így tehát áfával 571 500 forint együttes első és másik fokú felköltség megfizetésére. Az alperesi képviselő a tárgyalásokon jelen volt, beadványokat szerkesztett a szakértői véleményre, és reagált, tehát jelentős munkát fejtett ki a perben mindenképpen. Indokolt volt ez az összeg, azonban a per, kizárólag a perértékhez igazodó, ennél jóval magasabb ügyvédi munkadíjat eredményező perköltség megállapítását a másodfokú bíróság is túlzóknak találta volna. A felperes illetékfejezési jogban részesült, nem ront le illetéket. Az első fokú kereseti illeték 1 500 000 forint a fellebbezési, pedig 2 500 000 forint, mindkettő a megállapítható legmagasabb illeték. A magas felértékre figyelemmel, és ezt neki kell az állami javára megfizetni. A csatlakozó fellebbezésről még eddig nem esett szó. A csatlakozó fellebbezés nem volt teljesen egyértelmű a bíróság részére a tekintetben, hogy mi az, amivel konkrétan az indokolást kéri kiegészíteni, illetőleg mi az, ami ennek a kérelemnek az indokolása, mivel ez teljességgel összeolvad, de azért többször elolvasva a csatlakozó felelőzést, azt megpróbálta értelmezni, és arra következtetése jutott, hogy minden indokolásbeli kiegészítési kérelem a keresethez kapcsolódóan a befektetés mögöttes befektetési tartalommal függ össze, miután pedig a kifejtettek szerint a másodfokú bíróságnak ellentétes volt ezzel kapcsolatban a jogi álláspontja, ezért a csatlakozó fellebbezés sem, tehát nem vezetett eredményre, így a csatlakozó fellebbezés, miután kizárólag az ítélet indokolása ellen irányult, a felperes pedig nem volt le arra a csatlakozó fellebbezési illetéket, ezért a másodfokú bíróság az illetékhivatal felhívására további 8000 forint csatlakozó fellebbezési illeték megfizetésére is kötelezi a felperest. Az elsőfokú bíróság ítéletét, vagy az elsőfokú bíróság fogja készíteni postai úton a képviselők részére, ezt a írásba foglalt másodfokú ítéletet befejeztük a tárgyalási utazásra.